Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút, ami utal egy új irányra, egy új kezdetre, egy kiútra, egy új lehetőségre. Gyakran Ráhú hatása alatt átélünk valamit, ami eddig még olyan ismeretlen volt számunkra, viszont ez felszabadít bennünket. És most bepillantunk a kártyák világába. Egy személyes jóslás. Mi van vele? Mit mutatnak a kártyák? Itt láthatóak a botok, és az jelenti a tűz elemét. Most megvan nála a bátorság, a lelkesedés, és egy új irányba tekint. De valamit még nem tud elengedni, hiszen a háttérben ez a ház azt jelenti, hogy szüksége van a háttérben a biztonság érzetére. Ez lehet az otthona, lehet a család, vagy szeretne kiépíteni valamit. Még mindig arról van szó, hogy mi van vele, mi a jelenlegi helyzet. Itt meditál valami felett, tehát mielőtt cselekszik, átgondolja a dolgokat. Azt is jelentheti, hogy ő elvárja azt tőled, hogy légy kicsit visszahúzódó, meditálj afelett, hogyan alakuljon ki a jövő, a közös jövő kettőtök között. Vagy jelenthet egy spirituális területet is. Itt ez a kép olyan, mint egy film, ahol te játszod a főszerepet, és ő pontosan így gondol rád. Te állsz itt a középpontban, hiszen megvan a kisugárzásod, minden jóra fordul, és ez az ő hite, ez az ő bizalma. Itt kialakul egy párkapcsolat, hiszen a kettes szám rád és ő rá utal. Ő várakozik, figyeli az eseményeket, de hamarosan lépéseket fog tenni, hiszen a tűz eleme mindig aktív. De előtte itt megvan ez a befele tekintet, ez a meditáció, és itt megjelenszte az álom képében. Most megnézzük az ő érzelmeit. Itt vannak nála belső feszültségek, kihívások, félelmek, bizonytalanságok, de azt is jelentheti, hogy mások beleavatkoznak a dolgaiba, és itt van ez a kihívás, ami dühíti őt. Néha úgy érzi, hogy el kellene bújnia, hiszen itt megvan ez a vihar, nem tudja hogyan tovább. Ez is azt jelenti, hogy vannak kihívások. De mivel itt egy kisgyermek látható, ezek lehetnek gyermekkori emlékek is. De meg lesz a bátorság, és itt látható, hogy előre mennek a dolgok, újra a tűz eleméről van szó, tehát a bátorságáról, a lelkesedéséről, a testi kapcsolatokról. Itt megvannak a belső feszültségek, valaki zavarja őt, a legszívesebben elbújna itt valami vagy valaki mögött, de összeszedi magát, és így előre mennek a dolgok, ki fogja mutatni a bátorságát, és közeledik hozzád.
És hogy hat ez ki rád, vagy mit kellene tenned? Itt látható a főpapnő, és őrzi a titkok könyvét, az Akasa krónikát, ahol a sors utak le vannak írva. És ebben bízhatsz, hogy ez a találkozás nem volt véletlen. Így van megírva a csillagképekben és a sorsok könyvében is. Amit ez a kép még jelenthet számodra, egy spirituális terület. Itt lesz egy ünnepség, ez lehet egy születésnap, vagy névnap, egy meghívás ajándékokkal, de amit ez a kép még jelent, a biztonság érzetét. De itt még fogva érzed magadat. Ebből ki kellene lépni, és ez olyan lenne számodra, mint egy újjászületés, tehát mint egy születésnap. Itt tudásról, bölcsességről, tanulásról van szó, de jelentheti a sorsok könyvét is, ahol lapozgathatsz, és rájössz arra, hogy ez a kapcsolat megvan írva a sorsok könyvében. Azt is jelentheti, hogy te írsz egy könyvet. Tehát itt van a sorsok könyve és egy spirituális terület, ti összetartoztok, de lépj ki ebből a feszültségből, ebből a szoros helyzetből, akkor lesz itt egy újjászületés, mint egy születésnap. Persze lehet születésnapról is szó, hogy lesz egy meghívás, vagy valaki megajándékoz téged. Írj valamit, vagy üzenj számára valamit, vagy írd le azt, hogy mit, hogyan éltél át. Ez a kép jelentheti a tudásodat, a bölcsességedet, vagy egy továbbképzést is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!